Sziasztok! Kaptam egy olyan választ az egyik videómra, hogy valaki soha nem kellene, hogy belenézzen a múltjába, illetve a párjának a múltjába, mert akkor elveszi a párjának a jelenét. Tehát a válaszom erre az, hogy természetesen, aki nincs kitréningelve az elmére, az érzelmi lenyomatokra, a karmáidra, azokra a hitekre, amiket cipelsz múlt életeidből, illetve a gyermekkorodból, azoknak a transformációjára nincs kész, mert nem NLP tréningelt, illetve idővonal, timeline terápiával tréningelt, illetve nem érti az elmét, hogy az elméből ezek a lenyomatok hogyan oldhatók és transformálhatók, nem csak kioldhatók, hanem transformálhatók ki jövőt előre vívő instrukcióká. Nem szabad, hogy hozzányúljanak. Lehetőség szerint 5-10 éves folyamatos tapasztalatuk legyen dolgozva ezen a területen. Azért is, mert hogyha valaki úgy dolgozik valakivel, aki nincs teljesen kitréningelve erre, akkor igenis sokkal több és nagyobb kár tud okozni. 1-2 hetes kurzusok, 1-2 hónapos kurzusok után sajnálatosan jönnek ki olyan szakemberek, akik elkezdenek az elmével dolgozni, és több kárt okoznak, mint hasznot. Ők azok, akik a féligazságot tudják, és rá fognak beszélni arra, különböző szereket, dolgokat, mantrákat csinálják, külsőleg segítsenek téged kioldani onnan a problémáidat. Kioldani soha nem szabad, transformálni kell. Őket mindig életedet előre vívő instrukciókká kell tudni alakítani. Tehát azzal dolgozz, aki érti az elmét mélységében, aki érti a félelmeket, a kétségeket, a szorongásaidat, a lustaságodat, a halogatásaidat, a bűntudatokat, a neheztelésedet, a sóvárgásaidat, a gyűlölködéseidet, a dühödet. Ki tud segíteni, hogy mindezeknek a gyökerébe le tudjál menni te? Ehhez asszisztál téged olyan specifikus kérdésekkel, amivel te meg tudod csinálni ezt a munkát, és ő fogja a kezedet, segít és végigvisz ezen az úton. Segít neked, hogy a hullámokat egyre könnyebben vedd át. Olyan ember legyen, aki már maga is megcsinálta ezt, hiteles a szakmájában, hiteles a szakmai és a személyi életével is, akivel őszinte kapcsolatot tudsz létesíteni szívtől szívbe, akin érzed a pártatlanságot, a magabiztosságot és a szeretetet, aki éberségre tanít.